Opel. Egy Opel, fekete színű, egy Opel stop tábla. Halad felétek a külső sávban. Azonnal adják át az információt a Tábor utcáról a Debreceni útra. A stop táblát hagyta figyelmen kívül a vétkes, akit rögtön meg is állítottak az elfogó rendőrök. Aki nem tartott be minden szabályt a Debreceni út és a Tünde utca kereszteződésében kedden napközben, szinte biztosan ráfázott és ráfizetett. Drónra szerelt, több kilométerre is tűpontosan látókamerával figyelték a közlekedőket itt a rendőrök. A szabálytalanul hajtó sofőröket azonnal kiemelték és büntették. Igyekszünk a fő baleseti okokra koncentrálni, és azokat a szabályszegéseket, szabályszértéseket feltérképezni, kiszűrni, illetve később szankcionálni, amelyekkel problémák voltak az elmúlt évben. Gondolok itt elsősorban a tilos jelzésen figyelmen kívül hagyására, az elsőbségi előzési szabályok meg nem tartására, adott esetben a kanyarodási szabályok be nem tartására, de még a követési távolság be nem tartására is tudunk fókuszálni ezzel az előzéssel. Forgatásunk ideje alatt piros lámpán való áthaladókat és körülbelül 80 km/h hajtó autóst is szűrtek ki a rendőrök. A hatékony ellenőrzési módszert azért is alkalmazta újra hatóság, mert az elmúlt hetekben a szokottnál is gyakoribbak voltak a balesetek Nyíregyházán. Ezek közül több esetben sérültek meg súlyosan, egy alkalommal pedig tragikusan végződött egy gyalogos gázolás. A fő baleseti okot, hogyha megnézzük, akkor minden esetben azt tudom mondani, hogy a legfőbb baleseti ok a sebesség nem megfelelő megválasztásából adódik, emellett, ahogy mondtam, az elsőbségi, a kanyarodási, a követési távolságban nem tartása miatt, valamint a tilos jelzés figyelmen kívül hagyása miatt is sok baleset történik. És ha Nyíregyháza városát nézem, akkor január hónapban sajnos egy kedvezőtlen időszak volt, amikor is több személyiséréses baleset következett be kijelölt gyalogos átkelőhelyek környezetében. Ez a drón egyébként alkalmas arra is, hogy a kijelölt gyalogos átkelőhelyek környékét megfigyelje, az ott észleleteket ugye rögzítse, felvegye, és tudjuk szankcionálni azokat, akik nem megfelelően közlekednek a gyalogos átkelőhelyek környezetében. A kedd délelőttől délután 4-ig tartó akció során a rendőrök összesen 87 esetben intézkedtek. Sebesség túlépésért 17 alkalommal büntettek, a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt 37-szer bírságoltak. Ezeken kívül a piros lámpán való áthaladást és a stop tábla figyelmen kívül hagyását is több mint egy tucatnyi alkalommal szankcionálták.